A NAV az idei gépjárműadóról szóló határozatokat március elején küldi ki az ügyfeleknek, hogy pontosan mennyit kell fizetniük április közepéig. A több mint 5 millió jármű tulajdonosának addig nincs semmi teendője, amíg a levelek postai vagy elektronikus úton nem érkeznek meg. A korábbi évi kétszeri befizetés helyett 2024-től egy összegben kell megfizetni a gépjárműadót április 15-ig. Sokak a szabályok módosítására, egyszerűsítésére azért volt szükség, mert sokaknak gondot okozott a gépjárműadó kétszeri befizetése. Voltak olyanok, akik elfelejtették esetleg a második részletet befizetni, de akadtak olyanok is, akik duplán fizették meg a gépjárműadót. Hozzátette, amennyiben a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak problémát okozna az évi egyszeri adózás, érdemes kihasználniuk az 5 havi automatikus pótlékmentes részletfizetési lehetőséget. Ennek igénylése a NAV mobil alkalmazásban a legegyszerűbb. Kiemelte, az adóhivatal postán, az ügyfél és cégkapuval rendelkezők részére pedig elektronikusan küldi el a gépjármű tulajdonosok részére a határozatokat.